Rég találkoztunk már trapézzal. Egy általános trapéz, tehát nem egy előszáru, általános trapéznak az alapjai 20 és 12, ezt az alsó részét nézzük a rajznak, tehát 20 és 12. Hány centiméterre kell meghosszabbítani az 10 cm hosszú szárát, tehát ez itt 10 cm, meg kell valamennyivel hosszabbítani, hogy metsze a másik szára. Tehát a másik szár ugye az AD, hogyha meghosszabbítom, ezt is meghosszabbítom, valahol majd találkozni fognak, és így a két meghosszabbított szár együttesen a trapézból most már egy háromszöget adott, egy általános háromszöget. Ahhoz, hogy kiszámoljam a hiányzó oldalt, tehát hogy mennyivel kell meghosszabbítani, ugye azt jelöltem x-el, alkalmazom a háromszögek hasonlóságáról szóló szabályt, illetve tulajdonságot, hiszen itt most két hasonló háromszöget kapunk, ugye az egyik a kis háromszög, míg a másik pedig a nagy háromszög. Ugye vehetjük azt, hogy ha már ezek a háromszögek hasonlóak, illetve miért is hasonlóak, hát először is van egy közös száruk, nem száruk, szögük itt fönt. A másik pedig ugye, tehát a trapéznak az alapjai párhuzamosak, tehát párhuzamos száró szögek, tehát az A csúcsnál ugyanolyan szög található, mint a D csúcsnál itt fölülről, illetve a B csúcsnál lévő szög megegyezik a C csúcsnál lévő felső szöggel. Tehát a három belső szög alapján ugye ez a két háromszög, tehát még egyszer ez a kis háromszög, illetve ez a nagy háromszög hasonló. És ha már hasonlóak, akkor a megfelelő oldalaik arányosak. Úgy kell fölírni az aránypárt, hogy jelentkezzen benne ez az x, ugye, mert ezt keressük. Hát akkor indulok. A kis háromszögnek az alapja, az a 12 cm, ezt arányítom a nagy háromszög alapjához, ugye mindig a megfelelő oldalt a megfelelő oldalhoz, az pedig ugye 20 cm. Íme itt van a bal oldal, 12 arányik a 20-hoz. Mint a kis háromszögnek a jobb oldali szára, az ugye csak x, aránylik, a nagy háromszögnek a jobb oldali szárához, vigyázat, nem csak a 10-et kell, hogy vegyem, hanem x plusz 10. Tehát ugye ezt a zárójelbe is fogjuk tenni. Külső tagok szorzata megegyezik a belső tagok szorzatával. A 12-t szorzom ugye az x plusz 10-zel, ezt hogyha beszorzom, ez adja majd a 12x-et plusz 120, míg a két belső tagnak a szorzata 20x. Ha most rendezem, 120 maradt itt a bal oldalon azért, hogy ne jelenjenek meg negatív előjelek, és most a 12x-et inkább jobb oldalra vittem, ugye mínusz 12x, vagyis a 120 egyenlő 8x-el, ha itt szoroztam 8-al, a másik oldalon elosztom 8-al, 120 osztva 8-al, az 15 cm. Tehát így kaptam meg, hogy 15 cm-rel kell, hogy meghosszabbítsam ennek a trapéznak a szárát, hogy találkozzon a másik meghosszabbított szárral. A 16. feladatunk az egy kördiagram, íme itt jobb oldalt található. Reggel 8 és 10 óra között eladott kenyér mennyiség arányát, tehát a kenyér típusok arányát mutatja ez a grafikon. Ugye látható, hogy az integrális kenyérből, ez a ferde vonalas árnyékolt rész, ebből adtak el legtöbbet, ugye 40%, fehér kenyérből 25%, és így tovább, tehát mindegyik kenyér típusból megvan egy ilyen kördiagramban, hogy hány százalékot adtak el. A kérdésünk a következő, ha 80 darab integrális kenyeret adtak el, ugye ez a 80 darab integrális kenyér, ez a 40%-nak felel meg, akkor hány kenyér lett eladva összesen? Aránypár segítségével fogjuk megoldani. 80 kenyér, ugye ez az integrális kenyér, csak leolvasom a százalékot, ez a 40%. X kenyér, ez az összkenyér, amit eladtak ebben a kérdéses időperiódusban, ez pedig a 100%-ot fogja adni. Egyenes arányosság, ugye mi azt százalékot használunk, 80 aránylik az x-hez, követem ugye a nyilakat, mint ahogy 40 aránylik a 100-hoz. Külső tagok szorzata egyenlő a belső tagok szorzatával, én most ugye a belső tagokkal kezdem, azért, hogy bal oldalt legyen az x, 40-szer x egyenlő 80-szor 100. Vagyis az x-et úgy kapom meg, hogy 80-szor 100 per 40, ugye a 40-es alulra került, egyszerűsítem a 80-at és a 40-et, ugye 80-ban a 40 megvan kétszer, és akkor kétszer 100 az 200. Tehát így kaptam meg, hogy ebben a kérdéses időszakban 200 kenyeret adtak el.